Üdvözlök mindenkit, Necrorim vagyok, és beszélgessünk egy kicsit a tradingről. Most, hogy kijött az Update 18, a trading egy csomót változott, és most már úgy érdemes szót ejteni róla. Egy-két dologról, ami aggasztó, egy-két tippek, hogy hogyan tradeljünk sikeresen, vagy hát mit tudom, egy-két meglátás, amiket én ezt így összegyűjtöttem a játékidő alatt, így megtapasztaltam, hogy hogyan érdemes, merre érdemes, és mit érdemes, de egy kicsit megosztok néhány gondolatot így a tradinggel kapcsolatban a játékban. Úgy gondolom, hogy így a Digital Extreme azért masszívan próbálja tönkretenni a tradinget, szóval egyre-egyre inkább megpróbálják elérni azt, hogy a játékosok a platjaikat a marketben költsék el, és ez így egyértelmű. És egy egyszerű példa, vagy kettő inkább, Frostprime ugye jelenleg kifarmolható január 5-ig, és miért? Ugye a Frostprime-nak a tradingben lévő értéke olyan 300 és 500 plat között mozgott, hát akkor várjuk csak, hát akkor nehogy már, akkor inkább nálunk költsék el a platjukat, és vegyenek nálunk platot, ezért visszahozzuk egy hónapra, egy év után, és most először kinyílik a Prime Vault című történet, és egy év után visszajön a Frostprime egy csomó másik fegyverrel, aminek értéke volt a tradingen. Aztán ugye behozzák a fókuszlencséket, ezeknek tök jó értéke volt a tradingen, tehát tök jól el lehetett őket adni. Rá egy hétre meghozták a Greater fókuszlencséket a marketbe, csak 40 platé, mondhatni így, hogy 40 platé meghozták, és ezért a sima fókuszlencsének az értéke a tradingben lement nullára. Gyakorlatilag, most ugye 5 platoké is lehet venni, 3 platoké is lehet venni, úgyhogy mégis egy bizonyos szempontból jó is vagy nem is, de azt tudnotok kell, hogy most már az összes szorti küldetésben elérhető jutalom, az összes jutalommal lehet kereskedni, szóval mindegyikkel lehet kereskedni, de például az ilyen Dera Vandal Receiver Blueprint Stock, ezeket néha szokták keresni. A Karak Wraith az egy érdekes fegyver, hogyha venni akarjátok. De arról azt hiszem beszéltem egy izében, egy videóban, ahol a fegyverekről beszéltem és modolásokról. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a tradingről. Hogyan szoktunk tradelni? Ne felejtsétek el, hogy a tradingben eladni szinte csak azt lehet, aminek értéke van. Valamilyen szinten, mert a tradingen több tapasztalt játékos van, mint kevésbé tapasztalt. Szóval, egy-két alapfogalom, akkor kezdjük onnan, hogy egy-két alapfogalom, hogy be is írjuk, hogy want to sell. Például az eladni akarok, ugye a want to buy az venni akarok, és a want to trade akkor az cserélni akarok. Tehát semmi pénzértéke cserébe cserélni akarok. A tradingen van egy olyan szabály, hogyha minden nagybetűvel írsz, akkor ki fog kikkelni. Ez is egy ilyen nem régiben bejött újítás volt, úgyhogy törekedjél arra, hogy inkább kisbetűvel ír, de mégis figyelemfelkeltő legyen valamilyen utóbb módon. Tehát például azt mondom, hogy want to sell a big booty girl, tehát egy nagy mellű lányt akarok eladni, akkor beírjuk, hogy 100 plat. Ha így írjuk be, akkor ki fog minket ugye kikelni a trading, ezért gondolkodni kell egy kicsit, tehát rá kell fókuszálni a lényegre az adott itemnél, amit venni akarok, tehát tegyük fel, hogy a Big Booty Girl-nél az fontos, hogy booty, tehát van, hogy melle, amiket írok, jó? Hogy big az egy dolog, a girl és a 100 platot is le lehet írni kisbetűvel. Tehát a lényeg az, hogy kiemeljétek a lényeget abban az adott mondani valóban, és az pedig az, hogy eladni akarsz nagy mellű lányt 100 platért, és akkor be lehet küldeni, hogy mit akarunk eladni. A lényeg az, hogy ugyanígy van a want to buy-nál, és egy ilyen módon lehet kiírni, és akkor megy a chat, a szöveg, folyamatosan érdemes megvárni azt az adott pillanatot, mikor a chat egy picit megáll, és be lehet. Na látjátok már, valaki már venni is akar Big Booty. Ez jó volt.
És megkérdezi ki az, azt hiszi nekem van egy nagy mellű borsvéla, akit izé el akarok adni, úristen. Ez vicces volt. Na, tehát a lényeg, ezek azok az alapok, hogy ki kell valahogy írnod úgy a frémedet, hogy feltűnő legyen, és hát feltűnik az embereknek, főleg, hogyha egy nagy menő lányt akarsz eladni. De a lényeg az, hogy bármilyen borsodat akarsz eladni, azt így kell eladni. A következő trükk, hogy ugye változnak a nappalok, az éjszakák, és a borsodat tradingjében is valahol úgy változnak a dolgok, ahogy a világkereskedelemben is. Vannak helyek, ahol az emberek jobban megengedik maguknak a dolgokat, és kényelmesebbek, ezért könnyebb eladni cuccokat. És például amikor nálunk éjszaka van, és hogyha te például éjszakon játszol, akkor nagyon érdemes Amerikában kereskedni, vagy óceánián kereskedni. Egyrészt azért, mert ott nem sajnálják a platot érte, nem úgy, mint Európában, és óceánián sem sajnálják annyira a platot érte, nem úgy, mint Európában, és akkor olyankor odamész, hogy options, rámész, hogy gameplay, hát lássék, én már Amerikán is vagyok, Európában, jó ide, ott mászkálok, mert jobban el lehet adni a cuccokat. Európán is érdemes néha kereskedni, ugye amikor nappal van, akkor Európán kereskedsz, amikor venni akarsz valamit, akkor Ázsián kereskedsz, mert ott olcsóban meg lehet kapni. Ez kávé tényleg olyan, mint a rendes kereskedelem. Óceánián, Amerika East és West, de inkább West és Óceánián az emberek hajlamosabbak kiadni platót a dolgokért. Szóval ez egy ilyen tipp, hogy hol érdemes eladni a dolgokat. Ázsián vásárolunk, ha vásárolunk, és Óceánián és Amerika, Nyugat-Amerikában eladjuk őket. Na most, ugye honnan a francból tudnád, hogy milyen ára van egy adott dolognak? Na most azt is ki tudod deríteni, hogy milyen ára van egy dolognak, mégpedig úgy, hogy néha beszokták ezt írni, hogy PC, ez azt jelenti, hogy price check, tehát így megnézném az árát PC, és akkor beírod, hogy mit tudom én, SP system, de rá, már megint csak valamit ki kell. Kicsinálni kis betűvel. És akkor beírod, hogy PCS system, és hogyha szerencséd van, akkor rád írnak, ha nincs szerencséd, akkor nem írnak rád, ezért úgy gondolom, hogy ez a módszer ez nem a leghatékonyabb, de viszont a legjobb módszer arra, hogy kiderítsd, hogy minek mi az ára, aminek nem tudod mi az ára, az, hogyha figyeled egy kicsit a csetet, és a kereskedés ez ilyen, hogy figyelned kell egy csetet, és itt egy SBP, aha, jó, nézzük meg, hogy mennyi az SBP-nek az értéke, és leírod neki, hogy how much, és na, de valaki rám is írt. Nem ezt kérdeztem, hanem azt kérdeztem, hogy how much, és akkor ugye megkérdezem tőle, hogy mennyibe kerül ez SBP, és 100 plat, és azt mondja, és beírja, hogy 100 plat, akkor már tudod, hogy az SBP-t egy nagyjából is 100 plat körül lehet eladni. És ez azt jelenti, hogy ha valaki beír neked egy ilyen árat, hogy 100 plat, az azt jelenti, hogy az az SBP, az elkelt egy 10-20 plat pluszba, de ugyanúgy egy 10-20 plat mínuszba is, szóval egy áringadozás van, ki hogy tudja beszerezni, szóval a 80 és 120 plat közé tehető egy SBP, és ezért mindenki többnyire igyekszik meglőni egy közép árat, és akkor megvenni. De amúgy az SBP-nek egy gyakori mérték az a 80-90 plat, szóval azért annyira biztos, hogy eladjátok, és nem ragad rátok. Mondjuk így, bár semmilyen prime cusz azért nem nagyon szokott az emberre ráragadni. De nézzétek a chatet, és nagyjából látni fogjátok, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket megpróbálnak eladni az emberek, és látjátok, hogy ott vannak az árak is mellette. Na most, tegyük fel, hogy te eladni akarsz, és megint csak nagyon fontos, want to sell, nagyon fontos, hogy így jelsd meg mondjuk az eladásodat, legalábbis én így látom, mert akkor könnyebben megveszik, és az emberek tudják, hogy mire számíthatnak, tehát want to sell, mondjuk akkor S prime BP, és akkor beírod, hogy
mondjuk 90 plat, és kivárod a chatet. Tehát valahogy így kéne beírni az, hogy azt hiszem lehet, hogy ez már nem tudom, hogy mi kapcsolatban ér, hogy szinte legyek. És van a Scrum BP, és ezt többnyire így szokták beírni, és akkor tudják az emberek, hogy 90 platra számítaná, és kell-e nekik, vagy nem kell-e nekik. Nagyszerű, ugyanígy írod be, hogy want to buy, hogyha valamit be akarsz írni, megírod pontosan, hogy mennyiért szeretnéd megvenni azt az adott dolgot, de igyekez mindig, hogyha vásárolni akarsz, igyekezz egy kicsit mindig ilyen jó közép a kategóriát meglőni árban, és akkor biztos, hogy eladnak neked egyet. Na, amit érdemes, tehát sokszor szokták azt kérni, want to buy, want to sell, ash prime BP, PM price piece, mindenki leszarja a dolgokat, tehát minél olcsóbban próbálják majd megvenni tőled ezt az adott dolgot, mert hogy tudják, hogy úgyis drágán akarod eladni, szóval írd meg azt, hogy mennyiért akarod eladni, és annyiért add el, kivéve, hogyha egy olyan rettenetesen értékes dolog a tradingen, hogy az 500 platot is megadják érte, szóval mint például egy legendary core manapság, amit pont tegnap fogtam két sorti missionat, de a lényeg az, hogy nem egy ilyen nagy dolog a kereskedés. A másik dolog, hogy hogyan szerezzünk prime cuccokat, vagy értékes cuccokat. Nem hiába mondtam a gyors start kezdőknek videómban, hogy az első, illetve a második warframe, amit választasz, az a Valkür legyen, azért mert a Valkürrel szépen megfoghatod magad, és miután farmoltál el jó pár Void kulcsot, neki is láthatsz a történetnek, és a Voidnak összes területén gyakorlatilag nyugodtan farmolhatsz Prime cuccokat, és szedhetsz ki Prime szetteket, mert a Valkürrel lehet, mert gyakorlatilag egy halhatatlan karakter, úgyhogy bele lehet fogni és farmolni, és ő az, akinek a segítségével képes leszel farmolni rövid időn belül annyi platot, hogy megfelelően elérhessd azokat a cuccokat, amelyek neked kellenek, új Warframe helyeket vásárolni, és a többi, és a többi. Szóval ismerek olyan embert, aki a Warframe játékon belül egy rohadt igazi penit sem adott a platér, hanem mindig kifarmolta, eladta, és úgy sikerült megszereznie minden Warframe-et, minden cuccot, amit meg akart magának vásárolni a Warframe, úgyhogy ő meg tudta csinálni, én is, illetve ti is meg tudjátok csinálni, és én is meg tudtam csinálni, úgyhogy habár én már költöttem pénzt a Warframe-re, őszintén szóval, mert nekem úgy fekszik, szóval ez a lényeg, szóval meg lehet csinálni. Az biztos, hogy egyre nehezebb, mint régen volt eladni cuccokat, mert annyira próbálják tönkretenni a tradinget, hogy tényleg csak azokat lehet eladni, aminek igazi értéke van, vagy ritkaság így a prime cuccok között, és emiatt egy kicsit nehezebb a trading, mint régebben volt, de meg lehet oldani mindenképpen, úgyhogy ezért sikeres farmolás nektek, srácok, remélem valamilyen szinten tudtam segíteni a dolgokkal, és hát következő videóig, sziasztok!